Hétfőtől kötelező önkéntes karantén vár az Egyesült Királyságba érkezőkre. Az érintetteknek ki kell tölteni egy nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszik, és persze be is tartják a 14 napos izolációt. Aki ezt megszegi, súlyos bírsággal számolhat. A rendelkezés az utasok körében nem aratott osztatlan sikert. Sokkal korábban kellett volna meghozni ezt az intézkedést. Ez így már kicsit késő. Arra is kíváncsi leszek, hogy hogyan fogják betartatni. Nem tartom életszerűnek, hogy minden embert megnéznek, aki csak beérkezik, mondta egy nő a Heathrow reptéren. A három legnagyobb légitársaság is nem tetszését fejezte ki a döntés miatt, sőt jogi eljárást kezdeményeznek a belügyminisztérium határozata ellen. Az Egyesült Királyság reptereire érkező emberek egyszerűen hamis nevet, címet, telefonszámot adnak majd meg az űrlapon. Ergo össze-vissza cirkulálnak majd továbbra is a reptéri transfer közlekedésben. Ez nem karantén, hanem egy vicc. Mikor még maga a belügyminisztérium is elismerte, hogy egy ilyen korlátozás kivitelezhetetlen, mitöbb teljességgel hatástalan. Ez nem más, mint Dominic Cummings kaszkadőr mutatványa annak leplezésére, hogy még ők maguk sem tartják a karantént, mondta Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója. Az ír diszkont cégen kívül az EasyJet és a British Airways is a rendelet visszavonását követeli. Európában az Egyesült Királyságban haltak meg a legtöbben COVID-19-ben. Az intézkedés sokak szerint egy újabb olyan járványügyi lépése a londoni kormánynak, amely erősen megkérdőjelezhető.